Önöm, az három hónap után újra megtelt élettel a Tolnai klubja. A tagok és a dolgozók is nagyon várták már, hogy eljöjjön ez az idő. Első nap az új szabályokat ismertették a tagokkal, és mindenki beszámolott tartott az elmúlt három hónapjáról. Az intézmény az előírásoknak megfelelően minden óvintézkedést betart. Több helyen van az intézménybe kihelyezve kézfertőtlenítő, raktunk ki plakátokat, amik ugye azt mutatják az időseknek, hogy hogy működik a helyes kézmosás, hogyan kell fertőtleníteni, megbeszéltük, hogy hogy kell köhögni, tűzszenteni, tehát a tegnapi napunk igazából így erről szólt. Az elmaradt rendezvényeket nem tudják már megtartani, de ahogy véget ér a különleges intézkedések időszaka, szerveznek egy nagy csoportos főzést. Addig csak a klub tagjainak fele lehet egy időben az intézményben. A jogszabályoknak megfelelően működünk. Ez azt jelenti, hogy július 31-éig csak a tagjainknak a fele lehet egy idejüleg az intézményben, a többieket pedig a saját otthonukba látjuk el igény szerint, ahogy az elmúlt három hónapban is történt. Leginkább azok a tagok vannak bent, akiknek a legnagyobb szüksége van a napi felügyeletre, mert a család nem tudja megoldani máshogy. Ez alapvetően is 10-15 főt jelent, így senkinek nem kell azt mondani, hogy ne jöjjön, mondta Bucher Andrea, a szakmai vezető. A rendelet szerint július 31-ig kell ezt a létszámkorlátot tartani, így nagyon bíznak a dolgozók és a klubtagok is abban, hogy nem jön el a járvány második hulláma.